25 éves ez a kapcsolat, ugye régen kezdődött, és ahogy itt elhangzott, a folytatásban is lehet reménykedni, jól gondolom? Ja, ich finde es wichtig, dass wir so etwas zusammen haben. Igen, én nagyon fontosnak tartom azt, amit már közösen elértünk, és azt, hogy ezt a jövőben még tovább építsük. Itt a Szüreti Fesztivál idején a kiskörösi polgármester úrral voltak tárgyalások a folytatásról, vagy a közelebbi tervekről? Most nem voltak ilyen megbeszélések, viszont közösen el fogunk azon majd gondolkodni, hogy a jövőben ezt hogy kívánjuk folytatni. Itt elhangzott egy meghívás szeptemberre. Milyen rendezvényre, milyen ünnepre hívják a kiskörösi delegációt Krimpen an den Ijsselbe? Das ist ein Fest, das haben wir jedes Jahr. Und das ist ein Fest, das wird organisiert durch ein Gruppen, das heißt Krimpen Präsenz. Ez egy olyan fesztivál, amit a Krimpen Präsenz szervez. Itt lehetőségek kapnak egyesületek és különböző szervezetek, hogy megmutassák magukat, de lehetőséget biztosítanak a vállalkozóknak, mint hajógyárosoknak is, hogy jelen legyenek, és úgy gondolták, hogy fontos az, hogy a testvérváros megmutassa azt, hogy mi az, amit idáig elértünk, hogy ők kik ők, és este pedig ilyen kultúrprogramok és különböző rendezvények vannak. Mi nagyon örülünk ennek a parknak, ez már régi vágya itt a kiskörösieknek, hiszen ez egy elhanyagolt terület volt. Ön mit szól hozzá? Es ist gut, wenn ein Gemeinde etwas entwickelt für seine Einwohner. Und das ist dann auch noch Krimpen Park heißt. Én nagyon fontosnak tartom azt, amikor a település teszt valamit a lakosaiért, és hogyha ez, amit ők fejlesztettek, még Krimpen Parknak hívják, ez különösen tetszik nekünk, és egyébként is örülünk minden olyan kezdeményezésnek, amit a település azért tesz, hogy az itteniek jobban érezzék magukat. Tényleg nagy öröm, hogy elkészült ez a park itt a városnak a közepén, a szabadidőpark mellett. Elhanyagolt terület volt. Kinek a kezdeményezése volt az, hogy ezt a területet ilyen szépé varázsolják? Ez valóban egy nagyon elhanyagolt, és ráadásul olyan lápos, mocsaras, pejhes nyár, nyaras volt itt, nyárerdő, ami már a lakosságot is zavarta, és nagyon megkeserítette az itt élők életét a nyárfa a tavasz időszakban. Gondolkodtunk azon, hogy ezzel valamit kezdenünk kell-e, vagy kellene, és akkor jött segítségünkre a Tájcsi Egyesület. Hihetetlen szorgalommal és akarattal bombáztak minket, hogy ebből csináljunk valami szépet, és őszintén megmondom, az elképzelésem valósult meg, hogyha valaki akar valamit, akkor ő mellé oda kell állni, és segítenünk kell neki. És a Tájcsi Egyesület pályázott erre a területre, ugyanis ők már akkor kinézték magukat maguknak ezt a területet edzőterületnek. És így igazából a Tájcsi Egyesület, aki ennek a parknak a kitalálója, és mondhatom azt, hogy az eddigi pillanatokig a megvalósítója is, mi önkormányzat ott állunk mögöttük, segítjük, és az elképzeléseikben nyilván anyagilag is, és gépi erővel is részt vettünk. Úgyhogy ez egy közös produkció, ahol ők az ötletgazdák és az egész parknak a kitalálói. Adta magát, hogy ez Krimpen Park legyen így itt a Krimpen ház mellett? Igen, valahol egy kitűnő ötlet, kolléganőim találták ezt ki, nagyon-nagyon találó és nagyon jó ötlet. Itt a Krimpeni ház mellett mi is lenne a neve, hanem Krimpen Park. Én az unokáimmal jártam már itt, de csak este érdemes jönni igazán, megmondom miért, hogy nagyon süt a nap, és igazából nincs árnyék. Már láttam, hogy azért fákat telepítettek ide, lesznek még fák azért, hogy árnyékot adjanak? Hogyne, ismerjük ezt a problémát, jelezték is nekünk, idő. Nyilván körbe lesz ültetve fával, és még a park is kap még több fát. Sajnos a nagyon vizes
tavasz sok fát kipusztított, úgyhogy a park fejlesztése az folytatódik. Látni a sövényt már, meg a kis láncos lekerítést. Az út és a sövény között parkolók lesznek kialakítva. Gyalogjárdák lesznek a híthoz, kettő irányból is jönnek majd gyalogjárdák. Azt az egyszerű népi szokást valósítjuk meg, hogy ahol az emberek kijárták az utat, oda rakunk most majd átjárókat. Felmerült az ötlet, hogy ezt zárjuk le. Azt gondolom én viszont, hogy ennek a városrésznek egy nagyon fontos bevásárlási útvonala a parkon keresztül vezet az egyik áruházunkba, és a szabadidőn parkon keresztül. Ezt nem szabad lezárni, hanem ki kell építeni, és bízom benne, hogy ezt megfelelő módon fogják majd kezelni és használni az itt lakók. A park fejlesztése sem áll meg, további fitness gépet, fitness parkot fogunk még idehozni, egy olyan típusút, ahol edzéseket is lehet tartani. A híd is természetesen átjárókkal lesz még felújítva. Szeretnénk ide egy piknikező kiülőhelyet, egy ilyen tábortűzrakó helyjel még ide telepíteni, és azt szeretnénk, hogyha ez olyan igazi kis szabadidő piknikező parká válna. A játszótér adja magát, nagyon sokan szeretik. Most is elnézést kérek a szülőktől, a nagymamáktól, hogy így kiraktuk a napra, de így a parkonban van a helye, és én bízom benne, hogy azért a fák gyorsan meg fognak nőni. Ami a másikban hiányosság volt, azért, hogy valami jót is tegyünk, raktunk ki padot, mert a másikban meg az volt a baj, hogy nem volt ülőhely a szülőknek, és hát majd szépen össze fog ez állni. Én azt gondolom, hogy egy gyönyörű területet sikerült kialakítanunk, tényleg a város dísze lesz, és az idő ezt egy gyönyörű ligeterdős parkká fogja majd alakítani.